A videót az alza.hu támogatta. Linkek a leírásban. Visszajöttem. Ennyi. Szia, üdvözöllek, köszönöm rá erre a videóra. Tudod, én vagyok a, ennek a csatornának a vezetője, tudod, ez az emós gyerek. Egy hete nem volt videó ezen a csatornán, hogy várjál, ez a, ez ez, 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 kicsit radics, peti, kopi. Nem szeretném ezeket a kommenteket megkapni, úgyhogy leveszem egyébként egy nézőtől kaptam ezt a sálat, köszönöm szépen. Szóval, üdvözöllek újra a csatornán. Uh, Owen McHenry vagyok, nem tudom, emlékszel-e a nevemre? Ugyanis nagyon régen nem volt videó, ugyanis nyaralni voltam, de most újra itt vagyok, újra van szabadidőm, és újra csinálok neked nagyszerű videókat. Sziasztok srácok, az én nevem Yeah! Egy hát nem volt videó, úgyhogy ideje bejelentkezni, ideje újra elővenni a YouTube csatornát és csinálni nektek a tartalmat. <coughs> hú, hú micsoda tartalmak lesznek itt. Öngyém is gameplay. <coughs> Szeretnék azért most már ilyen komolyabb videókat is csinálni, ami néha-néha elő fog fordulni. És az elmúlt két videóm nem nem, nem az elmúlt kettő, hanem az előző és az előző utáni előző. Tehát a két momós videóm, az most nagy sikert aratott. Hát ki gondolta volna, hogy ez fog történni, te gondoltad volna? Hát <laughs> egyáltalán nem arra számítottam, hogy belefejelek egy ö, trendingbe, és akkor megkapom a nézettséget. És tessék, megkaptam mind a kettő 100 plusz, 100 plusz megtekintést ö, hagyott maga után. Imádom, imádom, hogy csak így működik ez a dolog. Tehát, hogy... az, hogy ezeket a videókat többen nézték meg, mint amit általában szoktam csinálni videókat, amivel nincs is egyébként probléma, mert megértem valakit jobban érdekel az a téma, mint mondjuk a hülye gameplay, amelyben ordibálok. Én megértem! Hiába vagyunk 300 ezer plusz a csatornán, mégsem nézik meg 300 ezer a videómat, de természetesen nem kötelezhetek mindenkit, hogy megnézze a videómat. Ezt megértem. 10 ezer lájkot kapott a videóm! Atya úr is, én nem szoktam ennyi lájkot kapni, ugye, nem szoktam kunyaráni lájkot se, hogyha megfigyelitek a videóimat, nem szoktam mondani, hogy iratkozz fel és lájkolj, hogyha tetszett. Nem szoktam ilyeneket mondani, viszont meglepően tetszett az a reakció, amit kiváltott belőlem a momó, illetve abból adódóan az e-mailek. És nagyon sokan mondtátok, hogy csináljunk ebből majd egy sorozatot, hogy ezeket a kínos e-maileket felolvasom, amik úgymond nekem szólnak. Amit egyébként támogatnák, és csak annyi a probléma az egésszel, hogy ugye elkezdtem, és hát felvetődött ez a téma, felvetődött ez az ötlet, hogy akkor csináljunk ebből sorozatot, amit egyébként jó ötletnek tartok, mert egyébként együtt rögünk az érdekes embereknek a megnyilvánulásán az interneten, viszont azóta meg háromszorozódott a, az olyan e-maileknek a többsége, ami, 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 ami nagyon látszik, hogy, hogy, direkt van. Tehát, hogy nagyon nehéz olyan e-maileket kiválogatni, amit, amiben a, nem azt látom, hogy direkt van. Tehát ez a direkt alpária, megnyilvánulok, ö, és akkor direkt félreírom, és akkor próbálok belekerülni a videóba, szóval ez egy nehéz folyamat lesz kiválogatni tényleg azokat az e-maileket, amik, amik, amik tényleg kérdés nélkül teljesen what the hell. A kategória. Ne csak ő, erről beszéljünk, hát ugye nyaraltunk, ugye volt a Siófoki plate Most szombaton, ugye én csak a szombati napon voltam, úgyhogy mielőtt belekezdek ennek a videónak úgymond a tartalmába, nagyon jól éreztük magunkat a Siófoki Play It-ről, annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon kedvesek voltatok, örülök, hogy olyan emberekkel is tudtam találkozni, aki aki olyan nézőimmel, illetve emberekkel is tudtam találkozni, akikkel eddig még nem, szóval nagyon-nagyon örülök ennek. Ja, és egy nagyon fontos dolog, Laurának a csatornáján. Már fent van a vlog videó a mi kis nyaralásunkról, szóval ha kíváncsi vagy a nyaralós részére, tehát nem a plétre, hanem a nyaralásnak a részére, hogy mit csináltunk az alatt a három nap alatt, akkor menj a Laurának a Csatornájáról és nézd meg a videót. Majd lakok egy linket a leírásba, ott akkor könnyebben meg tudod találni. De akkor valami tartalma is legyen a videónak, meg hát ugye mondom, szét lettem bombázva kellemes e-mailekkel ismételzen, és történt egy-két érdekes dolog, és lássunk egy pár e-mailt, olvassunk. -be óven, hogy most mész nyaralni, mikor tudnám a videódat nézni, elegem van belőled anya nem engedi, hogy nézzelek, cserben hagytál te szemét. Már nem vagy a brátom, többé hiába mondtad messengeren nekem. Kapd be! Leiratkoztam. Várjál, az, 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 jó, jó, elnézést kérek, hogy az, az, én, az én kedves anyukámat, hogy elmertem menni egy kicsit kikapcsolódni, és emiatt nem tudnék nézni a videómat, ne foglalkozz hogy közel 900 videóm van már amúgy ezen a csatornán. <laughs> De engem ez a rész érdekel, hogy hiába mondtad nekem messengeren. Hát én biztos, hogy nem beszéltem veled, szóval én nem tudom te kivel beszéltem, Melyik Owen mckendree már nyilván sok Owen McKendree van egyébként, van Owen, Owen McKendree, Owen McKendree, Owen McKendree, Owen McKendree, Owen McKendree, van egy pár, vagyunk egy páran, persze, persze, persze. Nem tudom, neked ezt kibontta, én biztos, hogy nem botta. Leiratkoztál, hát. Momó tényé... oh, Isten meg ez a momó, gyerekek, mikor fogjátok már felfogni végre ezt az egész marasságot? Oh, Istenem! Képesek vagytok hónapokig ugrálni ugyanazon a témán, de miért? Momó tény... nem létezik, mert egy hete írt a barátomra, és még él. <laughs> <laughs> Leköptem a... Várjál. Igazad volt, te vagy a legjobb. Tehát nekem... Így van. Hát ott megmondtam én, hogy nem lesz itt probléma. Jába ír rád a momó, nem létezik. Nem lesz baj. Én vagyok a legjobb, mert megmondtam. <laughs> De várjál, ugyan ez az e-mail író. Három nappal később megint írt. Figyel, figyeld! Momó létezik! A barátomnak ma balesete volt. Elvágta az ujját egy konzerves dobozzal. Ezt nem hiszem el. Erbencét nevedd a szádra, te majom! Igénytelen, gusztustalan ember vagy. Nagyon is aranyosak ti, mivel a véleményed meg senkit nem érdekel. Még rinbe is ír, érted? Oh, Foglalkozz a ronda barátnőddet, te figyeleméhes paraszt. Azt sem érdekel, ha beleraksz a videódba, te fogyatékos. Ilyen nő, mint én soha nem áll a szóba veled azért ez kőkemény volt ez az e-mail, he! Azért ez oda tette! Azért tudni kell, hogy ennek az e-mail írónak a írója egy hölgy, mert egy hölgy képét látom egyébként az e-mail fiókon, amit természetesen nem fogok megmutatni személyi jogsértésért. Csak hogy így, csak hogy így általánosítsak, mert én szeretek általánosítani az ilyen mai tini, kirakom a csöcsömet, kirakom a seggemet, és utána meg csodálkozok, hogy engem mindenki csak meg akar fektetni. Hát pedig tökéletes nő vagyok. Miért mindenki csak azt látja bennem? Talán nem kéne úgy öltözni, mint egy rrr, röbence. Erbence nekem soha nem ártott, mint ember. Tehát, hogy emberileg nem ártottunk egymásnak, tehát nem tett nekem semmi ami miatt én gyűlölhetném ezt az embert. Viszont ez nem egyenlő azzal, kedves Röhölgyör, már majdnem rövetőt mondtam. Nem egyelő azzal, hogy én nem mondhatom el a véleményemet az ő videózási technikájáról, videózásai szokásairól a barátnőjel kedves Timivel kapcsolatban is. Mi? Tekem igenis az a véleményem, hogy amit csinál, az kusztustalan. Tehát, hogy hülyének nézi a nézőit, a kisgyerekeket, klikbétel a barátnőjével együtt. És én ezt szánalmasnak tartom. Tehát mindenben csak azt nézi, hogy milyen előnyöket tud abból szerezni, amit csinál. Tehát nem azért csinálja, mert ő szereti, nem. A pénz. A pénz, tudod, a pénz. Az meg, hogy a ronda barátnőmmel foglalkozok, én eleget foglalkozok az én barátnőmmel egyébként. És arról, hogy ronda, az a te saját magán véleményed, Nem neked kell, hogy tetszen, hanem nekem is, nekem tetszik, és én szeretek vele lenni mert ő nem azt nézi, tudod, ő nem azt nézi, hogy, hogy milyen érdek kapcsolatba mászhat bele, nem azt nézi, hogy mi az, amit én tudok neki nyújtani, és ami miatt neki ő jó lesz, hanem ő tényleg szeret engem, és együtt vagyunk már évek óta. Tudod? Mert most azt vettem észre mostanában a kedves levélíró, hogy minden mostani hú de nagy király youtube jának olyan csinos barátnője lett hirtelen. És vajon miért? Nincs véletlenül a hölgyeknek egy kis hátsó szándékok a videósal kapcsolatban? A Laurával évek óta együtt vagyok, és már akkor szerettük egymást, amikor nekem a csatornám még sehol se volt, úgymond nem volt íres. Ugye? És megbízom benne. És még egyszer mondom, nem, neked, nem, nem, nem az embereknek kell, hogy nekem. Ő rendes, kedves. De mi van ezekkel a nőkkel, akik itt összejönnek a youtuberekkel? Nincs hátsó szándék. Akik azt nézik, hogy hogy az adott videósról milyen ö, érveket lehet leúzni, hogy mellette lehessen, hogy mindig képbe legyen, hogy felúzza magát, hogy a hátán mászon fel, hogy arra képes, hogy levetkőzik videóba. Csak hogy, csak hogy ismerjék őt is, és hozzá is oda menjenek aláírás a rendezvényeken. Hát milyen kapcsolat ez? Homma a barátomnak a YouTube-díját, és én le, lemá, le, lefirkálom az ő nevét, és odaírom a sajátomét. Ez mi, ha nem gustusta? És még sorolhatnék. Érdekes módon olyan videósoknak lett olyan bomba nőjük hirtelen, akik szerintem szóba nem állnának, hogyha nem videóznának. Hé? Azt hittitek, hogy engem egy két nagy csöcs meg mellel le lehet venni? Hát nálam nem ez volt soha a fontos. A röbencét meg nem fogom tisztelni, mint videós, mert nem tetszik, amit csinál. Nem tetszik, ahogy csinálja, és ráadásul mutatok egy képet, nézd meg ezt a képet. Az egyik Nézőm írta ezt az ő videója alá. Nyilván nem kellett volna ilyen paraszt módon megnyilvánulnia ennek a nézőnek, de mint mondtam, nem tudok felelősséget vállalni mindenki után, hogy mit ír. Az nem is az én felelősségem, hogy ki mit ír másnak a videója alá, azért, mert mondjuk én elmondom a véleményemet. Én csak a saját szavam után vállalok felelősséget. De nézd meg a Bencének a stílusát. Emo sós, hülye gyerek. <laughs> ezt vártam tőled, Röbence! Más nem vártam. Tehát nem, nem kezdted el volna mondani, hogy hát én azért klikbételek, mert, mert nekem csak így megy megnyilvánulni. Érted, te kikerülted a témát, kikerülted azt, amiről én beszéltem, és egyből elkezdesz személyeskedni. Egyből a külsőmet jössz fikázni. Gratulálok, igazi felnőtt ember vagy. Te aztán tudsz gondolkodni, nőcsém. Ez a fajta viselkedés, ezt tudod mikor voltam amúgy menő? Amikor általános iskolába voltunk. Ez akkor. Tehát amikor már nem tudtál visszaszólni semmit, csak annyit, hogy de csúnya <tosz> Keres videós akarok lenni, és én láttam a Röbencénél, hogy ő 38 fokban pulóverben csinálja a videókat. Let's Hát ha ezt kell, akkor öcsém én is! Azért, csak jó kommenteket kapjak, én bevállalom. Na, itt vagyok, na, így nézd, zsírság, hú, -hú, hú, nincs meleg. <tosz> jó lesz ez így! <tosz> várj, én még ezt is felveszem, mert miért ne? Ez így jó lesz. Peti olyan szinten dagat lettél, -e, hogy az elképesztő. Nem vetted észre, hogy elhisztál? Kellene valamit tenni, nem gondolod? Az érzékeny pontomon tapintottál meg ezzel az e mail Egyébként igazad van, elhisztam. Elhisztam. De ezután minden más lesz, srácok, megígérem. Még többet fogok enni. Csát, félretéve tényleg felszedtem pár kilót, ezt én is észrevettem, és most már kezdem magam kellemetlenül érezni a saját testemben. Viszont egyetlen egy probléma van velem, hogy én lusta vagyok, nagyon. <laughs> és én ezt nem fogom uh, titkolni, én egy lusta ember vagyok, de most már megpróbálok ezzel foglalkozni. Teljesen igazatok van, és köszönöm szépen egyébként, hogy figyáztok a külsőmre, helyettem is, és szóltok, hogy mikor van baj. Tudom, hogy baj van, de egyelőre ez van. Anyád lakásán élsz, és van pofád Balatonra menni. Dolgoztál már valaha? Azt sem tudom, mi az, hogy munka, anyád helyében kivágnálak a francba. Én annyira jó, hogy egyébként mindenki jobban tudja, hogy az én életem mögött, tehát az a magánéletemben mi folyik, tehát, hogy engem anyám tart el, vagy ilyesmi. <laughs> ez, ez olyan jó, meg hogy én nem dolgoztam, persze én nem dolgoztam soha életemben, tehát ne, de... <laughs> Csak hogy tisztázzunk, dolgoztam már életemben több, mint egy évet, folyamatosan. Szóval tudom mi az, hogy munka, tudom mi az, hogy elfáradni, tudom mi az, hogy 8 óra vagy 12 órás műszak, tisztában vagyok velem, És az, hogy anyukám tart el, hát ezt egy kicsit megcáfolnám. Pedetileg albéletben laktam, de utána megnyertem egy pályázatot, és ide költözhettem. De ezt előtte fel kellett újítani, utána átvették, és ugyanúgy fizetem minden hónapban, hogy itt lakhassak, de pár év múlva talán enyém lesz ez a lakás. Úgyhogy engem senki nem tart el de nem tartozok ő, magyarázattal. Ö, Peti, mi a véleményed az olyan Minecraftos videósokról, akik más videós nevét használják fel megtekintés céljából? Amúgy nagyon kedvellek szerintem kedves, intelligens srác vagy, ne érdekeljen a negatív vélemény. Ez mondjuk pont nem ilyen kínos e-mail, de viszont nagyon jó kérdést tett fel. Viszont egy olyan kérdést tett fel, amiről én már nagyon régóta szeretném elmondani a véleményemet, és lehet, hogy nem ebben a videóban kellene, mert ez egy full videót kitenne, ami most zajlik. Ugye mostanában a a, hogy mondjam, hogy ne sértsen meg őket a kis videó, nem szeretem ezt a szót kevés feliratkozó számmal rendelkező videósok akik próbálnak fentebb és fentebb törekedni talán ez így nem annyira sértő, azok mostanában olyan igénytelen, ö, fos módszert kezdtek el alkalmazni, hogy beleírják a címbe az illető tehát a nagyobb, nagyobb videós, több feliratkozó számmal rendelkező videós nevét a videó címébe, illetve az index képen is megjelenítik őket. Természetesen nincsenek benne a videóban ezek a személyek, de egyre többen ezt csinálják, mert csak így tudnak megnyilvánulni. Hát ez szánalmas. A lehető legszánalmasabb dolog, amit ki tudtatok találni, de hát ilyen retard emberek, mint ti vagytok, öcsém ez valami elképesztő. Zsédov van, van! trókodtunk a szerveren. Ez nincs is benne Zsédov. De a gyerek az lehozza, nem érdekli, hogy szará van dislike-olva videója, nem érdekel, hogy odaírják, hogy klikbét, nem érdekel, semmit nem érdekli a gyereket, csak az, hogy a csik Ja, természetesen telepakolja szarrá reklámokkal a videóját, két percenként reklám van a videóba, érted? Megnézni nem lehet a videót a reklámok miatt. Egyébként ez is sérti a Youtube-nak a felhasználói feltételeit, ezzel is tisztában vagy, ugye? Te idióta állatok! Uff. nagyon nem bírom, én, én, még nem vagyok, én, én még, én, még, én, én még nem vagyok hozzászokva ehhez, hogy pulóverbe 38 fokba, én nem vagyok ilyen pro videós, mindegy. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és nyugodtan írjatok nekem e-maileket, de... Kélek ne direkt írjatok e-maileket, hogy belekerüljetek a videóba, mert azokat úgy fogom beletenni a videóba, tehát, hogy... <laughs> és nem tudom, hogy legyen-e sorozat ebből, srácok, nem tudom, hogy szeretitek ezt a sorozatot, vagy legyen egyet, nem tudom, még majd eldöntjük együtt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, Ö, és hát akkor találkozunk most már minden nap, hogyha jól megy minden. És hát akkor vállalok a következő videóban, mert nagyon sok videó van, amiről kell csinálnunk videót. Sziasztok!